Magyarország a díszvendége az idei vatikáni Betlehem kiállításnak, amelyet tegnap nyitottak meg a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskola Kamara Kórusának műsorával. A Betlehem kiállításon összesen 18 magyar kézműves alkotása látható. Cserháti Ferenc Esztergom budapesti segédpüspök azt mondta, ez egy jó lehetőség, hogy hazánk bemutassa a hagyományait, és felhívja a figyelmet a jövő évi eukarisztikus világkongresszusra, amelyet Magyarország rendez. Erdélyi magyar pásztorjátékot adott elő a Vatikánban vasárnap a Kodály Zoltán Kórusiskola Kamara zenekara. Ez nyitotta meg az idei nemzetközi Betlehem kiállítást, amelynek díszvendége ezúttal Magyarország. Egy olyan igazán magyar betlehemessel készültünk, egy erdélyi magyar betlehemessel, ami igaziból a legrégebbi hagyományainkat mutatja be, Magyarországnak a legrégebbi hagyományait. Ebben az énekben például, amit most előadtunk, mint betlehemes a csordapásztorok, ami a legrégebbi karácsonyi magyar egyházi énekünk. A vatikáni kiállításon 18 magyar kézműves alkotása látható. Van köztük fából faragott gyöngyből, mézes kalácsból, újrahasznosított papírból, vagy például kukoricacsuhéból készült betlehem is. Mind egészen különleges. Óriási lehetőséget jelent számunkra arra, hogy bemutassuk a hagyományainkat, de ugyanakkor óriási lehetőség arra is, hogy az eukarisztikus kongresszusra felhívjuk a figyelmet. Azt hiszem, hogy szebben összekötni ezt a két eseményt alig lehetett volna. A megnyitó után Rino Fisichella érsek átadta Ferenc pápa levelét, amelyben köszönetét fejezte ki a betlehemekért és azért, hogy Magyarország rendezi a 2020-as eukarisztikus világkongresszust. Budapest és Magyarország a világegyház figyelmének középpontjába kerül az eukarisztikus világkongresszussal. Készülünk rá, együttműködünk a kongresszus szervezőivel, mondta Rino Fisichella érsek. Az egyik legnagyobb nemzetközi vallási eseménynek számító eukarisztikus világkongresszust szeptember 13-a és 20-a között rendezik Magyarországon. A főhelyszín Budapest lesz, de több vidéki nagyvárosban is szerveznek programokat, több tízezer külföldi zarándokra számítanak. Reméljük, hogy azokat az embereket, akiket ott tudunk majd fogadni, mi mindent meg tudunk annak érdekében tenni, hogy ők jól érezzék magukat Magyarországon, és olyan lelki élményben részesüljenek, ami páratlan a mi életünkben. A vatikáni Betlehem kiállításon hazánk 1993 óta vesz részt, most először díszvendégként. A magyar alkotások január 12-ig lesznek láthatók.